Hivatalosan is átadták a megújult utat olaszon. A baranyai település teljes hosszában új burkolatot kapott a Magyar Falu programnak köszönhetően. Bár ezt a beruházást a Magyar Közút végezte, az önkormányzat is számos projektet valósított meg a program keretein belül. Ilyen például az orvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat megújulása, ahol új eszközöket is beszereztek. Emellett modern traktor és ágdaráló segíti a helyieket. Falubuszt is vásároltak, amely már a nyári hónapokban is kiszolgálta a lakosokat. Itt az iskolának van egy szolgálati lakása, és Magyar Falu programos pályázat keretében sikerült felújítani teljes mértékben ezt a két szoba összkomfortos kis szolgálati lakást. Azért is nagy öröm, mert az iskolában új németes tanár került az idén, orvosházáról költözött ide a kolléganő, és rögtön tudtunk neki biztosítani egy lakást is, úgyhogy helyben lakóvá vált ezáltal. Baranya 3-as számú választókerületében 104 település van. Ezek közül a 10. legtöbb forrás jutott olaszra, mondta a térség országgyűlési képviselője. Hargitai János kiemelte, hogy szerencsés helyzetben van a község. Olyan magyar falus projekt is megvalósított, nem az önkormányzat valósít meg, hanem a közút. Nagyon látványos az a közút fejlesztés, ugye, amit itt most átadtunk. Ezeket a forrásokat összességében mérem, akkor csak ezen a településen a magyar faluból mintegy fél milliárdnyi fejlesztés valósult meg. Ezek a fejlesztések még simán megvalósultak, fogalmazott a politikus, ám a közeljövőben valamivel kevesebb forrás jut majd a Magyar Falu program finanszírozására. A keretösszeget ugyanis a háború okozta nehézségek miatt volt kénytelen csökkenteni a kormány a következő évi költségvetésben, tette hozzá Hargitai János.